Sziasztok! Üdvözöllek benneteket itt a YouTube csatornámon. Arra gondoltam, milyen jó lenne végigvinni egy felgázosító projektet. A dolog úgy néz ki, hogy fát fel kell hevíteni 7-800 fok környékére, abból gázok fognak kiszabadulni, ezek a gázok 40%-ban éghetőek, 60%-ban nem. Az így keletkezett gázt fogáznak hívják, és ezt egy benzinmotor például beszívhatja, és működni tud benzin nélkül. Itt láttok egy robbanómotort, amit én megpróbálok majd átalakítani fagázosra. A robbanómotor elvileg egy fűnyíróból származik, Briggs gyártmányú, ez egy amerikai motor, nagyon-nagyon jó motor, remek konstrukció. A robbanómotorra szíjhajtással egy A4-es Audinéka generátorra csatlakozik, és ez adja majd a váltakozó feszültséget, leszereltem róla a dióda hidat, úgyhogy itt gyakorlatilag úgy fogjátok látni, hogy a tekercsrendszer, mármint az álló résznek a tekercsrendszerét közvetlenül tudjuk felhasználni, és ott váltakozó feszültség mérhető. A videót több részre se tervezem, de először nézzük meg, mi is az a fagáz. A fagázt, mint ahogy a neve is mutatja, fából lehet felszabadítani, de egyébként fel lehet szabadítani a szénből is, de ezt most hagyjuk, én fából fogom felszabadítani. A fát majd addig fogom hevíteni, míg a fának a szénhidrogén tartalmának kb. A 90%-a gázzá nem alakul. Ugye számos gáz fog keletkezni, a gázok egy része éghető, más részük pedig nem éghető. A fát oxigén szegény körzetbe fogom felhevíteni. A hevítés hatására például hidrogén keletkezik, szénmonoxid keletkezik, és még egy csomó egyéb gáz, viszont miután elégettem a fagázt, széndioxid keletkezik, némi hő keletkezik, víz és egy csomó minden egyéb dolog. Ha jól tudom, az első felgázosítót 1839-ben hozták létre. Az egy meglehetősen nagy szerkezet volt. 1901-ben pedig már járműekben is használták a felgázosítót, ugye a benzinmotor benzin helyett fagázt kapott. 1920 körül már meglehetősen sok felgázosító volt itt Európában is, 1931-ben pedig már autókban is használták az úgynevezett Imbert felgázosítót. Ezeket a felgázosítókat általában az autóknak a hátuljára szerelték, és kb. 30 kg fa kellett 100 km megtételéhez, és egy felgázosított autó elvileg tud menni olyan 100 km per órával, például készítettek olyan Volvo 240-eset, gondolom házilag átalakították az egészet, szóval készítettek olyan Volvót, ami olyan 110 km per órával is képes volt menni, mégpedig úgy, hogy az egészet fagáz hajtotta. Ezt a fagázt rászerelni az otthoni autódra szerintem nem szabad, az első rendőr nagyon-nagyon megbüntetne, és szerintem azonnal leszerelni a rendszámát az autónak. Ezzel a felgázosítással működő járművek nagyjából a 30-as évektől működtek az 50-es évekig, mármint ebben az időszakban használták. Gyakorlatilag a 30-as években kb. 9000 autó volt átalakítva így Európában, míg a II. Világháború környékén csak Németországban 500 000 autó üzemelt fagázzal. Fagázüzemben egy motornak a hatásfoka alacsonyabb, mint hogyha benzinnel üzemelne, kb. 30%-kal kisebb a hatásfoka, mint hogyha benzinnel üzemelne. Viszont a fagáznak van egy csomó előnyös tulajdonsága. Az egyik előnyös tulajdonsága, hogy könnyen elő lehet állítani, értelemszerűen akár házilag is. A második előnyös tulajdonsága pedig a kopogás tűrése. Nagyon jó kompresszió tűrése a fagáznak, gyakorlatilag egészen nagy kompressziómotorokat lehet belőle építeni. Továbbá a beszívott benzinkeverékkel rendkívül jól elegyedik. Ez azt jelenti, hogy lehet benzint is hozzáadni, és fagázt is, és gyakorlatilag vegyes üzembe is lehet üzemeltetni a motort, tehát kap valamennyi benzint, kap valamennyi fagázt, és ezzel képes üzemelni a motor. A dolognak ugye vannak árnyoldala is, egyrészt tűzveszélyes, másrészt nagyon-nagyon nagy módszerű üzemeltetni egy ilyen gázos motort, egy felgázosított motort. Szóval, amikor felhevítjük a fát 7-800 fok környékére, akkor egy kémiai folyamat fog lezajlódni, ennek eredménye a fagáz. A fagázt közvetlenül így nem lehet felhasználni, egyrészt hűteni kell és szűrni, és csak ezután szívhatja be a robbanómotor. Ide készítettem az asztalomra néhány dolgot, megmutatom őket, elsősorban várom a kommentekbe a tanácsot, hogy hogyan folytassam tovább a felgázosító projektemet. Nézzük meg! Itt van ez az edény, egy mosóedény elvileg, vasból készült, horganyzott vaslemezből van, és arra gondoltam, hogy ebben rakom bele a fát, és e fölé fogom tenni ezt a bográcszerűséget így. Tehát ebbe tűz égne, és mégpedig úgy próbálom megemelni a hőmérsékletet, hogy itt valahol ezen a részen fúrok egy lyukat, és levegőt tolok be egy ventilátor segítségével. Remélhetőleg az éghető anyag a befújt levegővel egészen meleget tud majd csinálni, és ebbe az edénybe pedig belerakok fát, száraz fát, és ezt megpróbálom lerakni, ennek a tetejét le lehet venni így,
Szóval ebbe fa lesz, és akkor ebbe fogom felhevíteni a fát, és remélhetőleg 7-800 fokra fel tudom hevíteni. Ez rozsdamentes acélból készült. Értelemszerűen ennek a tetejére majd fúrni kell egy lyukat, és azon keresztül fog távozni a fogász egy jó vastag csövön, szerintem olyan 20 mm-es vagy 30 mm-es csövön keresztül. És szerintem valamilyen úton módon egy kevés oxigént is juttatni kell ebbe az edényben valamilyen úton módon. Szóval ez az egyik lehetőség, mutatom a másikat. A másik lehetőség az lenne, hogy itt van ez a héliumos palack, már alig van benne hélium, és ezt fogom belerakni. Ez is vasból készült, mégpedig jó vastag vasból készült az oldala. Ennek ugye az az előnye, hogy van itt eleve már egy szelep, ezen keresztül a fogász távozni tud, jó vastag anyaga van, valószínűleg nem fog kiégni könnyen, eznek lehet, hogy kiég az oldala, mármint úgy értem, az rozsdamentes acél lehet, hogy meg fog égni, mert azért ez nem túl vastag. Gyakorlatilag ez a lemez, amit itt láttok, szerintem olyan fél milliméter vastag lehet, hát nem tudom, kb. Olyasmi vastagságú, szóval lehet, hogy a 7-800 fok betesz neki, tudom, hogy nem kéne megolvadjon a vastag, de lehet, hogy tönkre teszi. Ennek viszont szerintem pár milliméter vastagságú fala van, mármint így a kopogtatásból ítélve, úgyhogy lehet, hogy ez jobb lenne. Értelemszerűen ezen nyitni kell egy nyílást, ahol fel lehet tölteni fával. Szóval az lenne a koncepció, hogy ebbe a nagyobb edénybe tüzet rakok, fújjon bele a levegőt, és gyakorlatilag megpróbálom fölmegíteni ezt a másik edényt 7-800 fok környékére, azért, hogy itt fogász keletkezzen. Ugye azt látjátok, hogy ez még nincsen kész, úgyhogy várom az ötleteket és a kommenteket, hogy ez a rész hogyan folytatódjon, viszont van egy csomó más, ami elkészült, megmutatom azt is. Vásároltam egy Briggs gyártmányú motort, itt láthatjátok, használt volt, és több órán keresztül sikáltam le róla a revét, valahol a festék is lejött, nagyon-nagyon koszos volt, szerintem egy fűnyírónak lehetett a motorja, így néz ki, lehet, hogy valaki ráismer erre, de én megmondom őszintén, még nem láttam fűnyíróba, de valószínűleg fűnyíróba volt. Van itt alul egy tengelye, amire rátettem egy tárcsát, itt láthatjátok, és a tárcsán van egy szíj, a szíjra pedig rácsatlakozik ide, a túloldalra egy másik tárcsa, és ez pedig egy A4-es Audi generátorhoz csatlakozik. Itt pedig egy vezetőgörgőt helyeztem el, annak érdekében, hogy ez a része a szíjnak ne nagyon ugráljon, mert nélküle nagyon-nagyon ugrált. Szóval ez most így néz ki. Viszont most megmutatom még a táblámat, mielőtt megnézzük ezt az egész szerkezetet. Nekem azért korlátozottak a lehetőségeim, hogy mit tudok megvalósítani és mit nem, és ha van jó ötleted, akkor kérlek írd meg, hogy miként lehet ezt a szerkezetet jól kivitelezni, hogy hatékonyan működjön. Szóval az lenne a lényeg, hogy van itt egy edényem, ide berakok fát, meggyújtom ezt a fát, ide befújom a levegőt, és ennek hatására remélhetőleg jó meleg lesz. Ezzel a hővel megpróbálom fölmelegíteni ezt az edényt, ebben is fa van, és itt felül fagász keletkezik. És csak reménykedni tudok, hogy sikerül elérni itt a 7-800 fokot. Persze, lehetne ide rakni kokszot is, azzal valószínűleg könnyebb menne, de én azért maradnék a fánál. Szóval, ha megvan a fagáz, azt kivezetem egy csövön keresztül, megpróbálom valahogy lehűteni, vagy rakok ide egy csőkigyót, vagy a csőkigyót belemerítem vízbe, tehát valamilyen úton módon lehűtöm, és itt érkezik tovább a lehűtött gáz. Lesz itt egy második számú edény, ebbe az edénybe szerintem fűrészport teszek, vagy faforgácsot, és ezen keresztül küldöm át a fogást, ami itt fog távozni. Ha minden jól megy, akkor itt egy visszahűtött gáz lesz, ami meg is van szűrve. És akkor itt lenne az a motor, amit az előbb mutattam nektek, a robbanó motor, a Briggs gyármányú robbanó motor. Itt van az alján a tárcsa, égszí összekötetés, vagy pontosan nem is égszí összekötetés van, hanem hozbordászi összekötetés, itt pedig az A4-es Audi generátor. Ennek a generátornak a forgó része egy nagy elektromágnes. Ha az elektromágnes tekercsén áramot föltünk át, akkor mágneses tér keletkezik, és ezt a mágneses teret elkezdjük forgatni, mégpedig ennek segítségével, akkor feszültség fog indukálódni, hiszen itt az álló rész egy nagy tekercsből áll. Tehát a forgó részen át kell folyatni áramot, nagyjából olyan fél amper és 3 amper körül, tehát valahol itt lesz az áram, amit át kell ezen folyatni, és ennek hatására itt a kapocs feszültség olyan 3-14 volt között alakul. Szóval az álló résznek van egy csomó kivezetése, én 3-at rajzoltam, gyakorlatilag arról van szó, hogy a generátor így van bekötve, mint ahogy itt látjátok, gyakorlatilag csillagban van kötve 3 darab tekercsrendszer. És ez lenne itt a forgó résznek a tekercse, a forgó részen kell átfolyatni ezt az áramot, amit itt elmagyaráztam nektek, ezt a kb. 0,5-3 amper környékét át kell folyatni itt, hogy kialakuljon a megfelelő mágneses tér. És a generátor kivezetéshez csatlakoztatok egy transformátort. A transformátor a generátor által előállított váltakozó feszültséget, ami nagyjából ilyen 10-20-30-40-50 volt, szóval ezt a feszültséget fel fogja transformálni 230 voltra.
viszont még nem tudom a frekvenciáját, én azért olyan 5-600 Hz környékére számítok, hogy ilyen frekvencia keletkezik itt, tehát nem 50 Hz. És amikor azt mondtam, itt a generátor kiad 10, 20, 30, 40, 50 voltot, ezt gyakorlatilag két dolog befolyásolja. Egyrészt a gerjesztő áram, másrészt ez a fordulatszám. Éppen ugye a fordulatszám a frekvenciát is közvetlenül befolyásolja. Én nem ezt a megoldást fogom használni, ahol a két tekercs el van választva galvanikusan egymástól, hanem ezt a fajta megoldást. Gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, hogy itt van egy tekercs, és ez a csúszka itt ezen a tekercsen tud csúszkálni. Ide kell kötni mondjuk az egyes kimenetet, ide a kettes kimenetet, és a csúszkával be lehet állítani itt a kimeneti feszültséget, hogy 230 volt legyen. Mondom, ezt pontosan meg fogom mutatni, hogy ez hogy működik. Az autotranszformátor egy rendkívül érdekes szerkezet. És úgy megjegyzem, ez az autószó nem a gépkocsira utal. Na, elveszem a táblámat, nézzük meg a benzinmotoromat. Ezt nyugodtan mondhatom, egy zseniális konstrukció. Ez a levegőszűrőház, kiveszem ezt a csavart, nézzük meg a levegőszűrőt. Itt láthatjátok, ebbe egy szivacsbetét van, amit kicseréltem, az eredeti ugyanis ennyire koszos volt már, úgyhogy most egy tiszta szivacsbetét van benne. Ez itt a benzintank, itt van a benzinbeöntő nyílás, ez meg egy úgynevezett gumicumi, amit meg lehet nyomni, és így néz ki, mint amit itt láttok, mint egy piros bohócor, ezt meg lehet nyomni, vettem bőle egy újat, és hát ez már rossz. Szóval amikor ezt megnyomjuk, egy kis benzin kerül be ide, és ez szívja be a motor. Miután beindult a motor, már nem kell ezt nyomkodni, fel tudja szívni a tankból ez a kis szerkezet az üzemanyagot. És ez a cső gyakorlatilag a kartergáz visszavezető, ami abból az irányból érkezik, meg fogjuk mindjárt ezt is nézni. Leveszem ezt a burkolatot, még mielőtt levenném a burkolatot, ugye itt kell berántani ezt a motort, van egy ilyen berántó része, jó erősen meg kell húzni, és gyakorlatilag így kell beindítani. Szóval leveszem ezt a burkolatot, mert nagyon-nagyon érdekes az, ami alatta van. Kicsavartam ebből a fedélből 3 darab csavart, így néz ki, és 3/8-os kulcs kell hozzá, meg kell megmutatni, remélem látja így a kamera. Szóval ez egy amerikai motor, és ilyen csavar van benne. Nagyon csodálkoztam, hogy egyáltalán találtam itthon ilyen szerszámot. Szóval ezt most leveszem, illetve mielőtt leveszem, megmutatok még valamit. Mégpedig az olajnívó pálcát, ez is nagyon érdekes. Nézzétek meg, megtörlöm. Így, most elvileg száraz, vagy közel száraz, és itt láthatjátok, van itt egy jelzés, hogy oda van rakva maximum jelzés, valahol itt kell keresni, így, és ide van írva, hogy ne töltsd túl. Most belerakom. És láthatjátok, hogy gyakorlatilag maximum van az olajszint. Viszont szerintem az az érdekes ebben, hogy ennek viszonylag hatalmas teste van, legalább 15 cm magas a motortest, viszont az alján van 3-4 cm olaj, nem is értem, ilyen kevés olajjal hogyan tud rendesen elüzemelni. Szóval ez szerintem mindenféleképpen érdekes, én magamtól legalább félig feltöltöttem volna olajjal, ha nem lenne nívópálcája. Mondjuk lehet, hogy az lett volna a motornak az utolsó perce, és akkor ezt elvileg le lehet venni, így, és akkor itt van az a szerkezet, amit berántunk, és hogyha ezt meghúzom, nézzétek meg, ott nyílnak ilyen karok kifele, és akkor ezek tekerik ezt a részt. Tehát amikor ezt megrántod, akkor kinyílik az a két kar, betámaszkodik ide, és ezt tekeri meg. És ugye azt mondtam, ez nagyon érdekes szerkezet, és ez így is van. Képzeljétek el, aki ezt csinálta, arra gondolta, hogy szabályozza valamilyen utómódon a motornak a forratszámát, mégpedig megpróbálja konstans forraton tartani. És ez a zseniális, hogy megvalósította. Itt gyakorlatilag alumíniumból olyan lapokat láttok, mintha egy ventilátornak a lapjai lennének, és amikor ez forog, akkor itt értelemszerűen van valamennyi úgynevezett húzat. Szóval ezt a húzat szót felejtsük el, szóval légáram van, és a légáram ezt a karocskát ki tudja tolni ebbe az irányba, így, ahogy most mutatom nektek. És amikor ezt kitolja ide, így gyakorlatilag egy folytós szelepet állít. Itt van egy cső, amiben van keresztbe egy lap, és ennek a lapnak a szögét állítja. Hogyha így van, akkor gyakorlatilag jó sok üzemanyag keveréket enged ide, felpörög a motor, ha pedig kijön ide, akkor kezdi elzárni ezt az egészet, mármint a folytószelepet, és egyre kevesebb üzemanyag keverék jut be ide a hengerbe, ezáltal csökken a fordulatszám. Szóval ennek a résznek kell gyakorlatilag konstansan tartani a fordulatszámát, és gyakorlatilag amikor itt ez lassabban forog, mint ahogy kellene, akkor a lap ebbe az irányba megy, és gyakorlatilag több keverék jut be, ha pedig gyorsabban forog, mint kellene,
akkor ebbe az irányba megy, kevesebb keverék jut be, és ezzel csökken a motornak a forralatszáma. Szóval gyakorlatilag itt a levegőnek a mennyisége állítja gyakorlatilag a forralatszámot, pontosabban állítja be konstans értékre a forralatszámot ennek alapnak a segítségével. Megmutatom egy másik szögből. Szóval itt van ez a lap, ez tud ebbe az irányba elmenni annak hatására, hogy itt a levegő egy kicsit ebbe az irányba meg tudja tolni, mármint lesz ott egy kis légnyomás, és ahogy ez a kar itt mozdul, itt láttok egy ilyen részt, egy ilyen patkó alakú részt, vagy nem tudom, minek nevezzük, mondjuk nevezzük egy bumeráng alakú résznek, és itt ez a rész itt, gyakorlatilag egy tengely, és ebbe a csőbe benne van itt keresztbe egy lap. És ahogy állítom ezt így ebbe az irányba, az alap így ebbe az irányba mozog. Majd szét fogjuk később szedni, nem a mai videómba, és meg tudjuk nézni majd ezt a részt is. És van itt két darab rugó, ez meg ez, ebből is vásároltam újakat, mindjárt megmutatom. Szóval ezeket a rugókat még nem cseréltem ki, mert azt gondolom, hogy még valamennyire biztos használható, viszont vettem bele új gyújtógyertyát, ilyen a régi, így néz ki, és az új gyújtógyertya van itt benne, itt láthatjátok, még nagyon tiszta. Itt egyébként, aki szeretné megnézni, mi a típusa a gyújtógyertyának, itt láthatjátok a típusát is. Szóval ez ilyen. És lehet kapni tömítéskészletet is, ami így néz ki. Ide való a karburátor rész alá, pontosan az önjogtank tetejére, úgyhogy ez a rész gyakorlatilag, ha nem működik jól, akkor ez gyanús, hogy ez esetleg nem jó, és ezt kell kicserélni olyankor. Na, viszont ezek a dolgok azért érdekesek, mert ezek filléres cuccok, ez talán 800 forint volt, ezek a rúgók ilyen 4-500 forintba kerültek, a gyújtógyertya talán 1500 forint volt. Ez a gumicumi is gyakorlatilag ilyen, nem is tudom, talán 1000 forint lehetett. Tehát filléres dolgok, és lehet vásárolni hozzá, mármint ez a motorhoz, ezeket a filléres dolgokat, szóval nagyon könnyű a karbantartás, és ugyanakkor nagyon olcsó is a karbantartás, mint mondtam, pár száz forintba kerültek az alkatrészek, mondjuk a gyújtógyertya volt a legdrágább, picivel több, mint 1000 forint, nem tudom, talán 1500-1600 forint lehetett. Van itt még egy csomó más érdekes rész is, felrakom a kamerát az állványra, és megmutatom. Térjük vissza ez a tárcsához, itt van egy csavar, nézzétek csak meg! Itt nem mágneses, viszont itt mágneses. Látjátok, van egy olyan rész, ami mágneses, beleépítettek egy mágnest. Itt is van, és itt az a részen tér vége. Tehát ez a rész gyakorlatilag, ez a szakasz, itt mágneses. És ennek az a jelentősége, hogy ez a mágnes itt rohan el, itt a tekercsrendszer előtt, amit itt láttok. És ez a tekercs gyakorlatilag úgy néz ki, hogy van egy ilyen vasmag része, amit itt láttok. Itt végződik a vasmagnak az egyik része, itt pedig a másik, mert megpróbálom megmutatni, itt a másik, itt ezen a részen, és amikor a mágnes elrohan itt előtte, gyorsan, akkor gyakorlatilag itt nagy feszültség keletkezik, és ez adja a nagy feszültséget ide a gyújtógyertyára, és így keletkezik ez a szikra, amit itt láthattok. Mert most nem itt láthattok, de tudjátok mit? Megmozgatom kézzel, nézzük meg. Na, megpróbáljuk megmozdítani itt a tengelyt, mégpedig ide rátettem egy kulcsot, és meghajtom ezzel a metabol fúrógéppel. Ide raktam a gyújtógyertyát, itt láthatjátok, itt van a szikra köz, ha minden jól megy, akkor majd látni lehet a szikrát, esetleg nem lehet jól látni, akkor majd leoltam a lámpát, és megpróbáljuk úgy megnézni. Most nem tud beindulni a motor, majd mindjárt megmutatom miért, mert az is egy érdekes kis szerkezet. Leoltam a lámpát, úgy szerintem látványosabb lesz. Na, meg kell találni azt, hogy hogy van még annyi fény, hogy a kamera működjön, de még talán a szikra is látszódjon. Remélem most jobb lesz. Szóval, amikor a mágnes elrohan itt a tekercs előtt, akkor gyakorlatilag nagy feszültség keletkezik, és itt lesz egy szikra. És mondtam, hogy nem fog beindulni a motor, illetve pontosan nem indul be, megmutatom, hogy miért. No, nem azért nem indul be a motor, mert hibás, hanem mert itt van egy nagyon érdekes szerkezet, amit ezzel a bovdennel lehet állítani, viszont itt van egy rugó, amit kikötöttem, ez húzza vissza a bovdent. Ha ez a rugó ott van, az annyira erős, hogy ezt nem tudnám kézzel megmozdani, de így, hogy most nincs ott, lekötöttem, így ezért mozdul. Szóval az a lényeg, hogy itt van egy pöcök, mindjárt meg fogom mutatni, egy kis csúcs, ami hozzáérhet ez a fémlaphoz. És ha ez hozzáér, akkor gyakorlatilag egy vezetéken keresztül, itt, ezen a vezetéken keresztül ki van iktatva a szikrázásnak a lehetősége. Valószínűleg rövidre zárja a transzformátort, hogy valami ilyesmit sem, nem tudom pontosan, de hogyha így van, akkor gyakorlatilag nincsen szikra, ha pedig így van, akkor van szikra. De ez még nem elég, gyakorlatilag itt van egy kis fék is, amihez hozzá tud érni, tehát gyakorlatilag, hogyha ebbe az irányba valaki elhúzza a bovdel segítségével, akkor ez a rész, ez a fékpofaszerűség hozzáér ehhez,
és gyakorlatilag itt ez a két fémrész is hozzáér egymáshoz, és azért megszűnik a szikra. Tehát az egész úgy áll le, hogy ez hozzáér, itt pedig ez a két pöcök hozzáér egymáshoz. Megmutatom közelebbről azt a két pöcköt, amiről beszéltem. Ez így néz ki. Szóval most rakok oda egy nyílat. Itt látjátok, van egy ilyen csúcsos rész, és az a csúcsos rész hozzáér ennek a tetejéhez, itt. És amikor hozzáér, akkor gyakorlatilag megszűnik a szikra, amit ez a transformátor ad ki, és a gyújtógyertya innentől kezdve nem szikrázik. Az előbb nyilván így volt, és azért nem indult be a motor, mikor tekertem, hiszen ott nincs benne gyújtógyertya, nem volt kompresszió, semmi nem volt, ami felrobbantsa a levegő üzemanyag keveréket. Ez egyébként egy négyütemű motor, és a pálcámat bedugom oda, ahol a gyújtógyertyának lennie kell normális esetben, csak most ugye nincs, mert ide kötöttem gyakorlatilag kommandós szalaggal. És figyeljetek meg, ha tekerem ezt a tengelyt, a pálca beljebb tud menni, és kijebb tud menni. Tehát a benne lévő dugattyú ennyit változik, ekkora a mozgása, miközben körbefordítom a tengelyt. És ugye, amikor ebbe az irányba halad a dugattyú, itt valamikor kell egy szikrát adni neki, mégpedig azelőtt, mielőtt a felső holdpont keletkezik. Természetesen nem a kifogási szakaszba kell, hanem a sűrítési szakaszba adni a szikrát, szóval tegyük fel, hogy ez lenne az a rész, ahol a sűrítési szakasz van, tehát magyarul mondjuk ez lenne, itt jön erre fel a dugattyú már, mint ebbe az irányba, hogy ezt tekerem, és még mielőtt a felső holdpontra érne a dugattyú, szikrát kell adni ennek a gyújtógyertyának. És meg kell visszarakni a pálcámat, és amikor begyújtja a szikra a benzin-levegő keveréket, akkor gyakorlatilag robbanás következik be, és elnyomja ebbe az irányba a dugattyút befele, és utána jön ugye a kipufogás rész, kipufog szépen, utána jön a szívási rész, itt beszívja gyakorlatilag a benzin-levegő keveréket, és ebbe az irányba jön az, amit az előbb mutattam, itt összesűríti a benzin-levegő keveréket, és a felső holdpont előtt érkezik egy szikra, és gyakorlatilag így működik a robbanómotor, berobbantja a benzin-levegő keveréket. És ezt az egészet azért meséltem el, mert át fogom alakítani egy későbbi videómba ezt az egészet elektronikus gyújtásúvá, tehát lesz ott egy transformátor, valami hasonló transformátor gyújtó trafó, mint ez, illetve tranzisztor, és valószínűleg Arduino-t is fogok használni, illetve egy mágneses holszenzort, és ennek segítségével átalakítom a gyújtásrendszert. És ugye mondtam nektek, hogy amikor megy ebbe az irányba ugye a dugattyú, mielőtt eléri a felső holdpontot a sűrítési szakaszba, előgyújtást kell neki adni, az előgyújtás értéke az nem mindegy, hogyha túlságosan rosszat adunk neki, túlságosan nagy előgyújtás van, akkor elkezd kopogni a motor. És gyakorlatilag az előgyújtással is lehet állítani a motornak az erejét, a teljesítményét, és meg fogjuk nézni, hogy milyen előgyújtásokhoz, milyen motor teljesítmény jár. És ugye ezt úgy tudjuk majd megnézni, hogy itt van az a generátor, ennek a kimenetére tudok terhelést tenni, és az előgyújtás függényében meg tudjuk nézni, hogy a generátor hány wattot ad le, mégpedig azért, mert ugye oda van kötve egy C-tárcsával a motornak a főtengelyéhez. És mivel most már le van szerelve a burkolat, ugye itt látjátok azokat a rugókat, amit mutattam nektek, ezt is át kell majd alakítani a fagázosítás előtt, ugyanis ez műanyagból van, ez az egész. Vissza akarom hűteni a fagáz, de szerintem annyira vissza nem tudom hűteni, hogy a műanyag ne károsodjon, úgyhogy gyakorlatilag injektorossá is szeretném átalakítani az egészet, tehát ezt leszedem, és veszek egy injektort, egy benzines injektort, és ha már megvan a gyújtásrendszer, akkor gyakorlatilag az injektort is vezérelhetné egy Arduino, és az egészet itt le lehet bontani már, mint ezt a részt, meg ezt a részt, gyakorlatilag elektronikus gyújtású injektorossá akarom átalakítani ezt az egész szerkezetet, majd megnézzük, sikerül-e, és csak utána jöhet a felgázosítással történő kísérletezés. Viszont most már alaposan szétbontottam ezt az egészet, megmutatom, hogy hogy működik, hogyha ezt visszaszerelem az udvaromon. Na most kín vagyok az udvaron, és ezen a nagy faasztalon itt van a kis szerkezet, ugye itt van a motor, ott pedig a generátort láthatjátok, itt van a transformátor, amit az előbb mutattam nektek a műhelyem asztalán, itt pedig egy 300 wattos halogén reflektor, ugye ez egy 230 volttal működik. Itt pedig egy multimétert láthattok. A transformátort rácsatlakoztatom a generátorra, illetve a halogén reflektort rácsatlakoztatom szintén a transformátorra, ugye a tekerentyű segítségével pedig be tudom állítani a kimenti feszültséget, hogy 230 volt legyen, aztán kicsit később ki fogom hozni az oszcilloszkópot is, és megnézzük, hogy milyen frekvenciát ad ki ez a generátor. Na most megpróbálom beinteni ezt a szerkezetet, nem mindig megy elsőre, de azért remélem sikerülni fog. Nos, ezt a kis gumicumit érdemes megnyomni kétszer-háromszor, kettő,
3, és elvég egy határozott mozdulat, és be kell, hogy induljon. Valahogy oda kell rögzítenem ezt az egész szerkezetet az asztalhoz, mert a rázkódás során egyszerűen leesik róla. A két párzamosatúval rögzítettem, itt és itt, remélem most ott marad az asztalon. Egyébként, amit az előbb láttatok, az egy hideg indítás volt, tehát az volt az első indítás, amikor kihoztam ide az udvarra. Nagyon-nagyon könnyen elindul ez a szerkezet, nagyon-nagyon jó ez a Brix motor. Na, következően a második indítás, remélem ott marad az asztalon. Ahhoz, hogy a generátor kivezetésén itt feszültség keletkezzen, a forgó részt gerjeszteni kell. Ugye a forgó rész egy elektromágnes, az elektromágnes ugye egy tekercsből áll, ezen a tekercsen áramot kell átfolyatni, ezért van itt ez az akkumulátor, és a tekercs a sorban itt van ez az izzó, itt láthatjátok, ez a vezeték megy, ez a vezeték meg, ez a vezeték a forgó résznek a tekercseléséhez, bekötöm sorba az izzót, és akkor nézzétek meg, áram fog folyni, és ez az áram folyik át a forgó rész tekercsén, itt fogjátok látni az átfolyó áramot, és remélem félkézzel sikerül ezt ide csatlakoztatnom. Így, és látjátok, ilyenkor 2,6 amper folyik át a forgó részen, és ez az izzó egy kicsit világít, nem tudom mennyire látszódik, de ott az az izzószál parázslik. Na, beintom a generátort, illetve az egész szerkezetet, utána csatlakoztatom a gerjesztést, és meg tudjuk nézni, hogy itt a generátornak a kivezetésén, tehát ezeken a kivezetésein, amit itt láthattok, az ide van vezetve, itt van ez a két vezeték, itt meg fogjuk nézni a műszerrel, hogy hány voltot tudok mérni. Az előbb láthatod, hogy a műszer itt közel 50 voltot mutatott, úgyhogy ezt a két vezetéket csatlakoztatom ide a transzformátorhoz, és be fogom állítani ennek a tekerőnek a segítségével közel 230 voltra a kíméletét, és arra csatlakoztatni fogom a reflektort. Meglehetősen zajos a szerkezet, füstöl is egy kicsit, de szerintem ez egészséges, mármint úgy értem, hogy semmilyen problémát nem vélek felfedezni, szerintem a motornak nincsen semmi baja, bár egy kis motorolaj szaga van, na majd akkor ezt meg kell nézni. Minden esetre, amint leállítottam a generátort, abban a pillanatban ugye megszűnt itt az energiatermelés, és itt nem láttok most már többet 230 voltos feszültséget, csak itt a gerjesztés megy, a gerjesztést lekötöm, az most fölösleges. Így. És ugye láttátok azt, hogy leesett a feszültség, amikor csatlakoztattam a reflektort, és kicsit növelni kellett a kimeneti feszültséget, mert ugye semmilyen stabilizálás nincs a dologba, viszont most meg kéne néznünk, hogy vajon milyen frekvenciát állít elő így a generátor. Hozom az oszcilloszkópot.
Az előbb láttad, hogy ennek a tekerésével lehetett állítani a kimeneti feszültséget. A kamera nem vette ugyan föl, de egyszer úgy állítottam, hogy túl nagy feszültséget adott ki, több mint 1000 voltot, és sajnos az a műszer, amit az előbb láttál, az megadta magát egy rövid füst keretében. Úgyhogy itt van ez a másik műszer, ez a régi pedig műszer alátét lesz. És akkor nézzük most, mit állítottam össze. Itt láttok egy 12 voltos transformátort, már mint egy olyat, ami 230 voltból, tehát innen 12 voltot készít, és rá van kötve a transformátornak ezen két pontjára. Ugye ez a pont csatlakozik ahhoz a csúszkához, ami ott van belül valahol, ott van egy csúszka, és ez a csúszka ennek a belső felén, nem is a belső felén, itt a felső felén fut. Meg akarom megmutatni. Igen, itt is van. Itt láthatjátok, ez ér hozzá, rakok oda egy nyilat, nem hozok inkább egy lámpát is. Na, most már fény is van, és akkor itt van egy ilyen grafitszerűség, szerintem abból van, de lehet, hogy tévedek, ami hozzáér ide a zománcozott részhúzal tetejéhez. Itt le van csiszolva a zománcozás, és úgy van megcsinálva, hogy ott rés van, tehát nem ér össze két darab húzal, van közöttük egy rés, ott jól látható, hogy van egy pálya, és amikor ezt tekergetem itt, akkor gyakorlatilag ez itt jobbra-balra megy, és így lehet állítani a kimeneti feszültséget. Gyakorlatilag az áttételt állítom, és nézzük meg, hogy ez a 12 voltos transformátor megtáplálja azt a csúszkát, amit az előbb mutattam, itt táplálja meg ezen keresztül, akkor miként változik itt a kimeneti feszültség. No, elvileg minden készen áll, be van kapcsolva a műszer, és remélem most a műszer túléli ez a másik. És most még csak a kimeneti feszültség 41 volt, de ahogy tekerem ebbe az irányba, elkezd nőni a kimeneti feszültség, és könnyedén be tudom állítani 230 volt környékére. Mindjárt elérjük a 230 voltot, hopp, hopp, kicsit túl tekertem. Nem örült ennek, hangja is volt. Na, mondjuk legyen így, nagyjából ez 230 volt, 238. Szóval ez a transformátor itt, ennek a 12 voltos transformátornak a kimeneti feszültségét visszatranszformálja kb. 230 voltra, majdnem 240-re, most már meg is van a 240. Szóval ez volt a lehetőség arra, hogy működjön a reflektor. Szerintem jól látható, hogy ez a szí ebbe az irányba nagyon rezonál. Van két csapágyam, az egyik fele porvédett, a másik pedig nem. Csapágy elvileg ki van mosva, mármint azt jelenti, hogy alig van benne zsír, csak egy pici olaj van rajta, hogy ez egészen könnyen megy. Illetve ez is, bár ennek most már hangja is van, szóval ebbe kéne rakni valószínűleg egy minimális zsírt vagy olajat, és az lenne majd a megoldás, az egyik, hogy ez ne rezonáljon ez a szí, hogy ezt ide rakom, és akkor ez megvezeti a színek a külső részét, megpróbálja a rezonanciát csökkenteni, mondjuk valahogy, ha így gondolom ide rakom, persze megfelelő csavarra, megfelelő rögzítéssel, akkor remélhetőleg ez a rezonancia, amit láthatatok itt, az meg fog szűnni. Ezt a két csapágyat egyébként egy csapágymotornál használtam, és azért mostam ki a zsírt, hogy nagyon-nagyon könnyen tudjon elfordulni. Persze ez a kopásnak nem tesz túlságosan jót. A csapágymotor egy nagyon-nagyon különleges motor. Ide beraktam a videó alá a linket, érdemes megnézni. Akkor, amikor a videót készítettem, még nem igazán tudtam, hogy hogyan működik a csapágymotor, de a kommentekből kiderül, hogy egészen máshogy működik, mint ahogy én gondoltam. Egyébként, hogyha megnézel pár részt, mondjuk ezt, akkor ezt nem hegesztésnek nevezném, hanem taknyolásnak, nekem valamiért most csak így sikerült. Nem tudom, néha valamiért nagyon rosszul tudok hegeszteni, néha meg egészen jól sikerül, nem tudom, ez valamiért nagyon rosszul sikerült. Szóval ez most így néz ki, ezt a kis szerkezetet tudtam összehozni, ami tartja a motort, meg a generátort, és erre csavaroztam rá. Viszonylag elég erősnek tűnik, legalábbis én nem gondolom azt, hogy ez itt könnyen leesne. Én itt a motort három helyen rögzítettem, itt, itt, itt ezen a részen, itt, és valahol a túloldalon van még egy rögzítési pont, valahol ott. Szóval ide van fölcsvarozva, és ez fogja, ez a vas szerkezet, amit Hemerájtal lefestettem, ezt a Brix motort, tényleg nagyon-nagyon jó. Én nem is gondoltam volna, hogy ennyire könnyen indul ez az egész szerkezet. És ezen a részén is lesz még mit dolgozni. Ugye most levettem a diódasort, meg a szabályzót, a feszültségszabályzót, majd meg fogjuk nézni, hogy miként működik ez a valóságban, és hogy lehet itt megoldani azt, hogy mondjuk stabil legyen a feszültség, hiszen a feszültségszabályzó képes erre, tehát itt stabil változó feszültséget is létre lehet hozni. Mondjuk a szabályzó az arra törekszik, hogy egyenfeszültség keletkezzen, de hogy az egyenfeszültség stabil, akkor a változó feszültség is stabil lesz.
Na, van még más is, ami elkészült, mégpedig ez a szerkezet, amit itt láthattok most. Ebben egy ventilátor van, egy jó nagy ventilátor. Itt tudja kifújni az egész szerkezet, a levegőt, itt pedig beszívni. Azt hiszem 150 mm-esek ezek a csövek, ezek a gigacsövek. És egy 48 voltos tápegységről üzemel, erről 48 voltos tápegységről. Ennek két szerepe van, egyrészt szeretném néha a motort itt is bekapcsolni az asztalomon, és a kifogást el kell szívni, úgyhogy ilyen csövöl van még egy csomó, hozzátoldom, ide rakom valóban a falhoz, és el tudom szívni a kifogást, így itt is be tudom indítani a motort, hogyha nagyon rossz idő van. Másrészt ugye a videóm elején mutattam nektek, hogy ebbe az edénybe tüzet szeretnék rakni, és levegőt szeretnék befújni majd itt az oldalánál, és ez légbefúvásra is alkalmas ez az egész szerkezet. Lehet, hogy túlságosan sok levegőt is be tud juttatni, de a sokból lehet keveset csinálni, a kevésből nehéz sokat csinálni. Bekapcsolom, megmutatom nagyjából, mire képes az egész szerkezet. Mondjuk nehéz lesz megmutatni, hogy mire képes valójában, azért remélem lesz valami hangélmény is. Most indul. Itt van egy A4-es papír. Itt láthatjátok, hogy ez nem olyan rossz, itt pedig tud szívni. Hát megnézzük, mi történik, ha keresztbe rakom. Elég könnyen berántja. A távlati cél az lenne, hogy fából miként lehet előtani elektromos áramot. Mégpedig úgy, hogy a fát felizzítom, abból fagázok keletkeznek, ez beszívja egy benzinmotor, a benzinmotor hozzá van kötve egy generátorhoz, és a generátor pedig képes villamos áramot leadni. Sok mindenit meg kell oldani. Egyrészt ugye kell egy edény, az edény ugyan megvan, így néz ki, ezt mutattam nektek, ebbe tüzet fogok rakni, ez a szerkezet, amit az előbb mutattam, pedig levegőt fog bejuttatni. Remélhetőleg így megnő a hőmérséklet, és ebbe az edénybe pedig fát teszek, gyakorlatilag oxigén szegény körzetben meg fogom fölhevíteni a fát, fogász keletkezik, és ezt be fogom vezetni a szívó motorba, abba a benzines szívó motorba, a négy üteműbe, amit mutattam az előbb nektek. A motoron is jelentős átalakításokat tervezek, egyrészt szeretném megoldani, hogy önindítós legyen, tehát nem kell berántani utána, hanem önindítós legyen, szeretném azt is megoldani, hogy valamilyen úton injektoros legyen, és elektrikus gyújtású legyen. És ugye azt is láttátok, hogy gyakorlatilag a generátor kimenetén 40-50 volt közötti feszültség van. Ez ugye váltakozó feszültség, viszont 520 Hz jön ki, tehát nem 50 Hz, hanem 520. Ezért ezt a váltakozó feszültséget egyenlíteni fogom, az egyenlítés után pedig egy invertert elhelyezek, és az elő fogja állítani a 230 voltot és az 50 Hz-et. Úgyhogy ezzel a videóval készültem számotokra, remélem érdekesnek találtátok, tényleg várom a kommenteket, ha még nem iratkoztatok fel a csatornámra, kérlek iratkozzatok fel, nem sokára jön a következő rész, köszönöm szépen, hogy jöttetek, sziasztok!